játékes sporttelepén vagyunk, az öltözőben rengeteg doboz áll itt a hátunk mögött. Mit tartalmaznak ezek a dobozok? Hát 2,5 év szünet után végre megérkeztek a várva várt felszerelések. Ugye ruházatról beszélünk, ez fontos kiemelni. Ugye minden évben mi tavózunk, és felszereléseket, labdákat minden évben kapunk, hiszen nélkülük elég nehéz a foci edzést megtartani, de valahogy mindig a gyerekek ruházata az, amire már nem maradt ugye keret. És hát most végre Andrássik úr varázsolt egyet, nem is kicsit, ugye 7 milliós összegbe érkezett most hozzánk felszerelés, kétféle csomag, tehát nem is kis dolgok, hanem egy egész gyakorlatilag szerintem itt az utánpótlás életében is volt még ekkora eresztés, hogy táskától kezdve. Akkor fel is sorolom gyorsan, a versenykorosztályok kapnak, ugye mivel ők utaznak azért szerte az országban, ők táskát kaptak, számozott mérkőzésszerelést, téli kavát, ami azért az április időjárás gondoskodott róla, hogy még aktuális legyen szerencsére, kétféle melegítőt, egy utazó gála melegítőt és egy edzésmelegítőt, téli sapkát, széljakit, azt hiszem nem hagytam ki semmit, és akkor a bozsi korosztályok, ők ugye bajnokságban nem játszanak náluk, nem indokolta a táska, ők a szem kapnak, ők melegítőt kapnak, edzőmezt kapnak, ami edzésen és bozsi tornákon tudnak szerepelni, illetve aki széljakit, sportszárat. Fontos még kiemelni, hogy csináltunk egy webshopot, illetve csináltattunk az EU sportszergyártóval, ami hát nem titkos szándék, hogy az edzők válláról azért terhet levegyen, hiszen azért évközben is érkeznek hozzánk játékosok, illetve mennek tönkre esetleg holmik, vagy elhagynak a gyerekek, és innentől kezdve a szülők gyakorlatilag a webshopra kattintva, pár kattintással tudják maguknak pótolni. Hát ha valaki úgy dönt, hogy esetleg kevés az egymez, vagy a melegítő, akkor ott gyakorlatilag onnantól kezdve önállóan amennyit csak szeretne. Ezt innentől kezdve intézhetik a családok. Ez nagyon fontos, mert évekig ez nekünk egy hát nehéz ügy volt, mert mi mindig nagy tételben rendelünk, ugye évente egyszer, és hogyha valaki évközben bejött, vagy esetleg elhagyta valaki, hát ezzel nem igazán tudtunk szezon közben foglalkozni, ez most végre megoldás lehet. Hányan kapnak? 200 darab pakk érkezett. Ez összesen, tehát kb. 100-100 a verseny és a bozsi korosztályok között. Jelen pillanatban nem vagyunk ennyien, azért ez a Covid helyzet minket is kicsit megtépázott. Kevesebben vagyunk, de hát a visszatérőket is ezzel tudjuk várni, fogadni. Voltak, akik már megkapták a felszerelést, hogyan fogadták a gyerekek? Így van, a versenykorosztályok megkapták, ugye a bajnokság miatt nekik ez fontosabb volt, múlt héten neki kiosztottuk, örültek a gyerekek is, még jobban a szülők, ugye ez nekik volt nagy veszőparipájuk, hogy nem buháztuk fel most 2 éven keresztül a gyerekeket, úgyhogy most végre nagy az öröm. Hogy hívnak téged, mióta focizol itt, és milyen pozíciót töltesz be a csapatba? Töreki Zsombor vagyok, és 1 vagy 2 éve focizok itt, és kapus vagyok. És nagyon szép felszereléseket kaptatok most. Mit szólsz hozzá, hogy tetszenek? Nagyon-nagyon örülök annak, hogy kaptunk ilyen Dunaharasztis felszereléseket, és a mesz tetszik a legjobban.